Békülni ment volna a Magyar Tudományos Akadémiára Palkovics László. Ez derül ki a rendkívüli közgyűlésre írt beszédéből, amit az ATV.hu szerzett meg. A miniszter beszéde egyebek mellett azt is tartalmazta, hogy idézem, az MTA és nem más mondja meg, melyek azok a kutatási területek, amelyeket kiemelten szeretne támogatni. Palkovics Lászlóval beszélgetünk. Jó estét, miniszter úr! Jó estét. Előbb Somogyi Péter arról mesélt, hogy például vannak olyan kincsei a Magyar Tudományos Akadémiának, mint a növénytára, amelyik még Széchenyi korából tartalmaz gyűjtött növényeket. Az miatt aggódott, hogyha azt elmozdítják, az el is pusztul egyúttal. Mit gondol erről? Ez a természetudományi múzeumról beszélünk, aminek van egy része, ezt raktározás használják egyébként nagyon régóta, ez a pedagógusok házába raktározzák, egyébként megfelfeltétek, mert a kormánynak a döntése, hogy létrehozzuk az új természetudományi múzeumot, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez való vidéken, tehát egy nagy egyetemi városunkból jön létre, hogy méltó feltételeket tudjunk teremteni, úgyhogy Somogyi úrnak nem osztom azt a véleményét, hogy a magyar múzeológusok azok ne bánnának egyébként megfelelően ezekkel az eszközökkel, illetve ezzel a gyűjteménnyel, úgyhogy azt mondom, hogy az a fajta aggódásom persze egy tudós ember részéről rendben van, csak ezt nem igazolják a tények. Úgy gondolja, hogy rendben lesz a gyűjtemény? Én egészen biztos vagyok benne. Kinek lenne érdeke az, vagy kinek lenne olyan gondolata, hogy mondjuk a valóban Magyarország egyik értékét, ami nem az akadémiához tartozik, persze, hanem a természetes múzeumhoz, az a bármi történjen, sok pont az ellenkező, az érdekünk, és a pont emiatt születnek döntések. Úgyhogy ne izguljon senki, rendben lesz. Köszönöm megnyugtató válaszát. A 400 órás túlmunkáról volt már egy elég éles parlamenti vita. Önök azt mondják, hogy ez nem sújtja a munkavállalókat. Viszont a munkavállalók és az őket képviselők meg az ellenzék azt gondolja, hogy nagyon is. És hogyha ez rossz a munkavállalóknak, és ők nem kérnek belőle, akkor én nem nagyon értem, hogy ha nem a multik érdekében akarja ezt a parlament megszavazni, a parlamenti többség egészen pontosan, akkor minek? Szerkesztő, tegyünk néhány dolgot tisztába. Ugye Magyarország, a magyar gazdaság az nem csak a multinacionális cégeket jelenti, hanem jelent körülbelül ugyanilyen hozzáadott értéket képviselő, sokkal több embert alkalmazó magyar tulajdonú céget is. Ugye azt hiszem, hogy ez 50%-át a hozzáadott értéknek a külföldi vállalatok állítják elő, a munkaerőkapacitás egy negyedével, a másik három negyed pedig magyar vállalatok állítják elő. Ez a szabályozás rájuk ugyanúgy vonatkozik, tehát azt, hogy a multikra fogunk valamit, ez politikai jól hangzik. Ez melyik magyar vállalat? Ez politikai jól hangzik, de az a helyzet, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, mint egyébként Európában mindenhol, hogy alapvetően kapacitás szűke van. Ugye múlt héten éltük el a 4,5 millió munkavállalót, tehát 4,5 millió ember dolgozik Magyarországon, soha ennyi nem dolgozott. Ez egy jó helyzet egyébként, hiszen a gazdaság az működik, ez munkavállalókra van szükség. Ezért olyan megoldásokat kell találni, hogy azt a kapacitás igényt, amit ez a növekedés igényel vagy jelent, ezt ki kell elégíteni valamilyen formában. Nagyon sok módja van. Egymásoknak kerülnek át közmunkaprogramból emberek a valódi munkaerőpiacra, a kormány megteszi a saját részét, hiszen optimálja a működését, ilyen értelemben itt is kerülnek ki munkaerőpiac emberek, és az egyik intézkedés az, hogyha valaki akar is, ugye nagyon fontos érteni, hogy itt önkéntes túlmunkáról beszélünk, tehát ha a munkavállaló vállalja azt, hogy ő egyébként vagy a kollektív szerzésben leírt 300 óra, vagy pedig a 250 fölött egyébként akar még dolgozni, és ezzel vele megállapodik a munka adója, akkor ő dolgozhat. Hát azt én elhiszem, hogyha valaki akar dolgozni, nem fogja neki a munkaadója azt mondani, hogy ne dolgozni. Na, de ha nem akar, nem viszont akar, attól nem... fél, hogyha nemet mond, miközben... Hát nézd, ez sajátos helyzet, ha valaki már irányított vállalatot, nekem volt szerencsém, minden vállalatnak általában is igaz, ma meg különösen igaz, a legnagyobb érték az a munkavállalója. Az a munkavállaló, akit ő kiképzett, aki hatékonyan dolgozik, ragaszkodik a vállalathoz. A főnök azt fogja mondani, hogy már pedig mi az dolgozni szombaton, nem mondja, én nem jövök, a főnök nézd, kirúgja. Nem mondja neki ezt, mert itt az a számol, hogy a munkavállaló még fölmond, hiszen a következő gyárba, a következő vállalatnak, a következő munkáj, helyzet? Abszolút ilyen, de mondom megint, én azt gondolom, hogy a modern vállalati human erőforrás management az pont ezt helyez előtérbe, tehát én azt gondolom, hogy a vállalatok ezt nem használják ki, sőt, hát nekik az érdekük. Tudja, mit mond a német-magyar ipari kereskedelmi kamara? Nem tudom, mit mondok. Irkvölfer, hogy ebben a formában a német cégek biztosan nem kérték a túlóráztatásra vonatkozó szabályok módosítását, nem is érdekük, hogy rabszolgákként tartsák a dolgozóikat. Dirk Fölfer, nem tudom, hogy ezt mikor mondta, és milyen kontextusban mondta. A vállalatok óhatatlanul ezzel a problémával bírnak, ezek között nyilván a német vállalatok is bírnak ezzel a problémával, és jelezték a kormány irányába, jelezték a képviselők irányába, és erre ez a reakció. Megint csak a német vállalatok jelezték. A magyar vállalatok is, meg ha megnézem a munkaerőpiaci számokat. Tud mondani akkor a magyar mindenki... vállalatot, amelyiknek a kedvéért ezt kifejezetten hozzák ezt a törvényt? Nincs itt a magyar gazdaság működő képességen kedvéért, nézzem meg az építőipart. Az építőiparban a munkaerő hiánya bírunk.
egyébként az ottani munkások vállalják azt, hogy többet dolgoznak. Aki 5 napja fönnáll egy építkezés tetején, az a 6. napon ugyanúgy tud dolgozni? Nézd, hogyha nem, akkor nem kell neki dolgozni, mert nem fogják ezt rákényszeríteni. Ha egyébként ő többet akar keresni, és ez vállalja egyébként mondjuk lojális a cég irányába, akkor ez az ő döntése, a munkaadónak pedig azt kell elfogadni ilyenkor, hogyha nem vállalja a munkavállalót. Nincs egy kis lelkiismeret furdalás a CEU miatt? Ugye mi beszélgettünk itt ebben a műsorban, többször, akkor a többször beszélgettünk a CEU-ról. Ugye az a helyzet, hogy ha elmiszik arra, hogy 2 évvel ezelőtt mit mondtam, nagyjából ugyanott tartunk, amennyiben a CEU teljesíti a magyar jogszabályi feltételeket, és az amerikai egyetemről beszélünk, akkor a működésünk semmi akadálya nincs. Akkor visszatért Amerikából, visszatért. Pár héttel később találkoztunk itt, és ön azt mondta, hogy igen, meggyőződött róla a delegációjával, hogy a Bartkolicson van képzés. Hát meg kell nézni, mit mondtam, ez elég régen volt már. Ott volt egy épület, amin ki volt rakva egy tábla, és egyébként egy teremben valaki tartott órát hallgatóknak, akik a CEU-nak hallgatói voltak. Az, hogy meggyőződtünk vagy nem, az nem a magyar kormány delegációnak a feladata. Hát azért mentek, hogy meggyőződjenek. Nem, azért mentünk, hogy a CEU menedzsmentjével átbeszéljünk bizonyos ügyeket, illetve valóban megnézzük ezt a képzést. Igen. De ugye ott azt mondtuk, hogy amennyiben egyébként majd az oktatási hivatal megkérdez az amerikai miniszter, hogy valóban folyik ott képzés, akkor ezt majd nyilván oktatási hivatal, hát ezt most már nem tudom, hogy megkérdezte. Mert hogy ugye a törvényben az van, hogy a két államnak, kaptak, New York államnak és a magyar államnak kell előszerződnie. Hát ez a szerződés, ez nem került megkötés, ez egy diplomáciai aktus. Ennek ellenére mi az eredménye a dolognak, ha meghallgatja a CEU vezetőinek a nyilatkozatát, ők Bécsben most létre fognak hozni egy kampuszt, jövő szeptember tartok indul a képzés, Magyarországon pedig a Közép-Európa Egyetem, itt akreditált egyetem tovább működik, semmilyen módon nem érint ez a törvénymódosítás. Amely nem tehát, ad amerikai diplomát, tehát teljesen másfajta képzés, hát és amerikai, a világban egészen más súlyú képzés. Amerikai diplomát ugye ilyen értemben nem adhat, mert ez egy magyar egyetem, ez magyar diplomát adhat. Másik oldalról viszont megnézzük azt, hogy majd Bécsben milyen típusú diplomát fog kiadni ez az új CEU. Amerikai diplomát, európai diplomát, mit fognak akreditálni? Térjünk majd erre vissza. Az miért nem mindegy, hogy Bécsben milyen diplomát ad ki? Na, ahhoz aztán végképp hát sem igaz a magyar kormánynak. Jó, az nekem igazán mindegy, hogy milyen diplomát ad ki, csak legitimálni az eddigi CEU körülötti ügyeket, hogy akkor messze a magyar kormány milyen döntése, vagy milyen nem. Navracsics Tibor viszont ma a parlamentben egy bizottsági meghallgatáson arról beszélt, hogy ő szeretné, hogyha a CEU vissza tudna térni. Egy másik információ szerint, ha Bécsben egy Európai Uniós államban megkapja az akkreditációt, az a bizonyos CEU, amelyik majd Bécsben működik, akkor Magyarországon oktathat. Az a helyzet, akkor visszajöhet a CEU? Az a helyzet, hogy ez egy jó kérdés, én is olvastam, hogyha Bécsben megkapja az osztrák akkreditációt, aminek az a feltétele, hogy osztrák egyetemként működjön, akkor az azt jelenti, hogy a CEU azokat a szakjait, akik Magyarországon nem akkreditáltatott a magyar rendszer szerint, azt ott sikerült neki akkreditáltatni. Itt a kérdés az az, hogyha ott tudta akkreditáltatni, akkor itt miért nem próbáltam meg a Közép-Európai Egyetemen, ha pedig továbbra is külföldi egyetemként működik, amire elvileg szintén van módja, akkor viszont nem tud visszajönni továbbra sem, mert akkor ugyanebbe a törvény ütközik bele, ha ezt teljesíti, akkor pedig jót jött. Ördögi körnek tűnik el. Szerintem nem. Van egy nemzetközi kutatás, biztos találkozott vele, hogy a magyarok kimondottan, kifejezetten nem ajánlják a gyerekeiknek a pedagógus pályát. És a magyar pedagógusok még rosszabbnak látják a saját helyzetüket összevetve más pályákkal itt a magyar palettán, mint ahogy azt például a társadalom egészen látja. Erről mit gondol? Hát nézze, ugye az egy kérdés, hogy mit nem ajánlanak, mit nem, hogyha megnézzük azt, hogy a gimnáziumban végző gyerekeket megkérdezzük, hogy milyen pályát választanak a legkevésé, ott nem a pedagógus pálya, sőt a pedagógus pálya az első harmadban helyezkedik el. Egyébként a legtöbb végzett hallgató pont pedagógus szakmában kerül ki ebben a pillanatban a magyar egyetemekről. És el is helyezkedik a pedagógus szakmában, hát én azt gondolom, vagy hogy diplomát szerez. Hát diplomát szerez, és azt gondolom, hogy el is tud helyezkedni, hiszen ha szintén hát hát én azt gondolom, hogy akkor is helyezkedik. Az a hiány egyébként, amiről beszélünk, ha megnézzük a teljes pedagógus létszámot, az mondjuk nagyjából 1%-nyi, tehát én azt gondolom, hogy el tud és el is helyezkednek egyébként, hiszen nem tudna, akkor azzal a korfával, amivel ma a magyar pedagógus társadalom bír, akkor nem lenne utánpótlás. Arról mit gondol, hogy 35 országból ez a kutatás vizsgálódott, csak 2-ben rosszabb a pedagógusok fizetése GDP arányosan, mint Magyarországon? Volt olyan, tehát 33-ak vagyunk. Igen. Amikor elkezdtük a pedagógus béremelést, akkor valóban 2013-ban volt, ugye, akkor a diplomás átlagbérhez hasonlítottuk a pedagógusoknak a fizetését. Azóta végrehajtott emelések alapján ez elérte az európai szintet, tehát nagyjából meghaladta az európai diplomás átlagbérnek a szintjét Magyarországon. A GDP a magyar diplomás átlagbérhez képest elérte azt a szintet, ami Európában akkor, abban a pillanatban azt hiszem, hogy talán éppen alacsonyabb volt az arány. Aztán utána teljesen jogosan egyébként elkezdtek magy
Magyarországon növekedni a bérek, minimálbéremelés munkaerőpiac hatására. Ilyen értelemben ez újra változott. Az, hogy most ebben a pillanatban GDP arányosan voltat, ezt nem tudom. Egy dolog biztos, hogy azt meg a pedagógusok higgyék el, hogy a magyar kormánynak fontos a pedagógusoknak a bére és a jólléte, és nyilván ez a kérdés újra elő fog kerülni. Most az egészségügyi béremelésről lehet hallani, a pedagógus béremelés ugye az hol tart? Hát azt mondja, hogy elő fog kerülni, akkor nyilván vannak tervek. Most hajtottunk végre egy nagy programot, 50%-kal növekedett néhány évenből a pedagógusoknak a bére. A magyar közszerkezete egy összetett szerkezet, ezek egymás után megjelennek valamilyen formában, most az orvosokhoz, illetve az ápolókhoz jutottunk el. Tehát a pedagógusok most várják a sorokat. A szakképzés az ön területe volt, megmaradt. Nem, az enyém nem volt, hanem most lett az. Hát, csak legyünk pontosak. A szakgimnáziumok, meg általában az hazai szakképzés, azt mondják a felmérések, hogy nem úgy teljesít, mint hogy 2015-ben a áttervezéskor várták azok, akik ezt megtették. És van itt egy oktatási hivatalbeli 2017-es adatsor. Ez szerint a gimnáziumi diákok 9%-át számolhatjuk a lemorzsolódó diákok közé, míg a szakközépiskolákban 37,4, a szakgimnáziumban pedig 30,2. Tehát a szakképzésben résztvevő diákok közül minden harmadik Válasszuk szét ezt a két kérdést. Ugye az, hogy a szakközépiskolában látjuk egy társadalmi folyamatnak az eredményét, az nem a szakközép iskola hibája. Az, hogy egyébként bizonyos tanulási képességgel, családi háttérrel rendelkező gyerekek esetén a szakközépiskolában, tehát a 8 általános befejezése után lesz nagy a lemorzsolódás, az nem annak az indoka, hogy rossz a szakközépiskola. Ez abból következik, hogy ezek a gyerekek bizony már első éves korukban elvesztek az iskola rendszerben. Ugye, ha megnézzük a számokat. De hát az nem jó, hogyha elvesztek az iskola rendszerben. Pont ez a kormány volt az, aki hozott olyan intézkedéseket, hogy ne vesszenek el. Például, és akkor ennek az eredményt már látjuk. Például a kötelező óvodába járás. Tehát a gyerekek 100%-a 3 éves kortól kezdődően óvodába fog járni. Ezek a gyerekek már úgy érkeznek az első osztályba, hogy rendelkeznek azokkal a szociális tanulási képességekkel, amivel korábban nem rendelkeztek, tehát nem veszik el az első osztályba, mert sokkal nagyobb esély van, hogy végigtanulja. De elvesznek 16 évesen, mert 16 éve levitték ugye a kötelező iskoláztatási kort. De ez nem így van, hát pont ez a lényeg a dolognak, hogy amikor ezek a gyerekek oda fognak érni, akkor még nem fognak elveszni, de ha már hogy így van. Hát Pokorni Zoltánnak javaslom megnézni az aktuális számokat, elolvasni a nemzetközi statisztikákat, például a PIRSZ. Felkészületlennek gondolja Pokorni Zoltán? Igen. Például a PIRSZ. Igen. Például a PIRSZ. Tehát azért neki ez volt a szakterülete, nem? Hát ez már régen volt az ott a polgármesterként, mint Bükő Pokorni úr, tehát valószínűleg nem követi ilyen élénken ezt a területet. Ha önök megnézi, között van egy ilyen szakmai konfliktus? Soha nem volt. Miért lett volna, hogy utódokkal elődök el, ez nem szokott lenni. Nem, hát meg kell nézni annak a hatását, hogy mi történt azóta, mióta a gyerekeknek egy nagy százalék óvodába jár. De most nem az óvodáról beszélünk, hogy elmegy minden harmadik szakközépiskolás szakgimnáziumba járó gyerek. Azt mind a ketten belátjuk, meg Pokorni úr is, hogyha azok a gyerekek, akik ugye óvodába kezdtek járni 2 évvel ezelőtt, azok most még nem mehetnek a szakközépiskolába. Azért mondom, hogy nem az óvodáról beszélünk. De azért kell az óvodáról beszélni, mert ezek majd oda fognak kerülni, és akkor majd nem fognak elveszni. De ha már tegyünk. Az egy 10 éves most a jelenről van. Igen, de ugye most is kell tenni sok mindent. Emiatt aztán, de ha már a kérdésre visszatérnék, hogy eddig most politizáltunk egy kicsit, ha a kérdésre visszatérnék, hogy mit tesz a szakgimnázium és szakközépiskola annak érdekében, hogy értékelhető szakmát kapjanak az a gyerekeknek, nagyon sok minden történt. Ugye ebben a pillanatban Magyarországon nagyjából 310 000 tanuló jár szakgimnáziumba, szakközépiskola, vagy 200 000 gimnáziumba. Ebből a 310 000-ből 110 000 tanuló szerződéssel rendelkezik, tehát duális formában tanul, tehát azt jelenti, hogy 14 éves kora után, ő már nem csak tanul az iskolában, hanem egy vállalattal munkaszerződéses viszonyban van, ez tanulószerződés jelenik nyilván, tehát igen, kell dolgozni. De ez például egy nagyon jó módja annak, hogy ezek a gyerekek ezek ott maradjanak, hiszen nem csak a tanulást kötik az iskolához, hanem a vállalat is biztosítanak feltételeket. Hát legyen ebben igaz, egyelőre nem ezek a számok látszanak. MTA úgy volt, hogy elmegy békülni. Legalábbis az ATV.hu ezt az információt tudta meg. Meg is jelent az a beszéd, amit egyébként ott elmondtam volna. De azt tudja, hogy ezt nem békülésnek tekintették volna a tudós emberek, mert hogy ők ezt úgy értékelték, hogy az egészen furcsa, hogy megfenyegeti azzal a tudósok társadalmat a kormányzat, hogy az első negyedévi fizetésüket odaadja. Hát aztán majd lesz, ami lesz. Rendezzük ezt a kérdést, nem volt semmi fajta fenyegetés. Szerintem a tudós embereket egyébként is nehéz fenyegetni, és előttem szólóval nem is félnek a tudós emberek, magam is az lennék, ugyanennek a társaságnak a tagja, tehát én azt gondolom, hogy tőlem aztán az akadémia az nem kell félni. Ugye az akadémia általában a magyar kutatás fejlesztés iránt sokfajta felelősséget lehet érezni olyan felelősséget, amit
most láttunk például az akadémia közgyűlésén, meg lehet érezni a felelősséget, hogy ez a környezet, ez a szakmai környezet, ez működjön még 10 év múlva. És ha megnézzük a számainkat, és akkor tényleg ez a számokhoz, hogy mi jó, mi nem jó, Magyarország a European Innovation Scoreboard területben értékesül 22. helyen van, meg ott volt 18 évvel ezelőtt is. Tehát az azt jelenti, hogy nem változott semmi sem. Miért nem változott? Ugye erről viszont valami jött a kormánynak, tehát nekem kell beszélni. Ez egy innovációs rangsor, mindenképpen nagyon sok elemben van, például az alapkutatási eredményességet, sor minden. Ha lenne egyébként másfajta rangsor, ott is elszerződnék sokkal jobban. Azért nem változott lényegesen, mert azok a ráfordítások, amit mondjuk az 2003-tól kezdődően, hogy ott jött létre az innovációs alap, a magyar kormányok a kutatás, fejlesztés, innovációra fordítottak, az borzalmasan alacsony volt. Tehát, ha megnézzük, hogy mennyi volt ez a szám... professzor most mondta, hogy ez nem is változott azóta. 2003 óta fillére ugyanannyi, most is annyi. Ebbe teljesen igaz, ezt én mondtam előtte neki, mikor bejöttünk ide, hogy akkor is 140 milliárdot... Akkor ebben egyet értelek. Hát igen, csak ezt én kormánytaként mondtam ki, ő meg tőlem hallott ezt itt, de tényleg vissza a számokra. De miért nem emelik akkor, hogyha úgy érzi, hogy ez kevés? Ez az, ugye erről szól az a javaslat, ami a kormány előtt van, és amit a kormány egyébként akar, hogy a magyar kutatásfejlesztés innovációs környezetet javítani kell. Többek között például azzal, hogy ne csak a vállalatok költsenek saját forrásból sokkal-sokkal többet egyébként innovációra, kutatásra, hanem a magyar közintézmények, egyetemek, kutatóintézetek, állami akadémiai kutatóintézetek, ezt forrás kell biztosítani. Ezt a forrásbiztosítást eddig az összes kormány, beleértve a Fidesz kormányát is, de nem vette komolyan. Most azt mondtuk, hogy ezt muszáj komolyan venni, mert a versenyképességük, a hosszú távú fenntartásának... Az, hogy kik a pénzt? Ön, a kormány, vagy az MTL mondja meg? Hát ugye alapvetően sokfajta finanszírozási mód van, amiről a vita folyik közöttünk az MTL-val. Az gyakorlatilag az, hogy alanyi jogon jár valakinek valamilyen forrás, és arra költi, amire ő akarja. Ugye ez a helyzet az akadémián. Bázis alapon tervezik a költségvetést, kapott az akadémia egy... mondjuk azt, hogy támogatást, és ez támogatás arra költi, mire egyébként akarja, és két évente beszámol a parlamentnek. Ezzel szemben a finanszírozási módot meg szeretnénk változtatni. Alapvetően egy versenytípusú finanszírozást szeretnénk, egy sokkal nagyobb rezsitartalommal, amit egyébként arra fordít a kedvezményezet. De ki mondja meg, hogy ki kap? Erre van egy hivatalunk, ezt Nemzeti Kutatásfejlesztési Innovációs Hivatal. Annak ki a vezetője? Annak Birkner Zoltán, előtte meg Pálinkás József volt. És Birkner Zoltán, ki a főnöke? Birkner Zoltán, én meg a főnöke. Tehát akkor a miniszter mondja meg végül is, nem, kap. Nem, itt ült önnél Pálinkás József, én azt gondolom, hogy ezt emlékszik erre. Ő felépített egy olyan hivatalt, ahol a hivatalnak az elnöke, az első független egyébként a minisztertől, ő is független volt az ő bevallása szerint a akkori miniszterétől, nem változott a hivatal jogállása. A hivatal egy versenypályázati rendszerbe, az akkor felépített alapkutatási, vagy innovációs bírálókat használja arra, hogy véleményt alkossanak, és ők eldöntik. Akkor az MTL azt a fajta szuverenitást félti, hogy ő mondhassa meg, és ne egy hivatal? Hát ugye alapvetően itt összekeverünk megint két dolgot, az előttem szóló is, meg Lovász elnök úr is. Tehát itt az MTL-val nincs semmi fajta ügye ebben a pillanatban a kormánynak. Az MTL köztestülete az egy köztestület, ennek a köztestületnek vannak bevételei, van vagyona, az alaptörvény nagyon pontosan rendelkezik arról, hogy mit kell neki tenni. Ezt nem érinti ez az egész dolog. Most egy dologról beszélünk, a magyar tudomány és élet finanszírozásról és annak a struktúrájáról, de ide tartoznak az egyetemek is. Az egyetemek nem kapnak alanyi jogon egyébként kutatási finanszírozást, hanem versenypályázaton nyernek el kutatási forrásokat. Ugyanez igaz egyébként azokra a vállalatokra, akik szintén kapnak állami forrásokat, ők is versenypályázaton nyerik el. Önt várt a rendkívüli közgyűlésen. 30 perccel a beszéd elmondása előtt mondta le, legalábbis így jutott el, azért szerint az akadémikusokhoz. Hát én nem tudom, hogy jut el és mi jut el az akadémikusokhoz. Hát, előbb Somogyi professzortól hallottuk. Szerintem itt az akadémia elnöksége, mintha nem érezné fontosnak az akadémiát tájékoztatni a tényekről. De várjon, miért nem ment el? Azért nem mentem el, mert 70-estől még Lovász elnök úrral egyeztettünk. Ugye ez az akadémiai közgyűlést, ezt összehívta az akadémia vezetése, azzal, hogy tárgyaljuk meg a jelenlegi helyzetet. Rendben van, tárgyaljuk meg. Hétfőn este egyeztetünk arról, hogy milyen kimeneteket tudunk ebből a helyzetből előállítani. Ebben maradtunk. Kedden még ez a helyzet állt, szerda délután pedig úgy tűnik, hogy valami megváltozott az akadémia elnökénél, mert ő azt mondta, hogy ezen ügyek jelentősen nem ért egyet, amit hétfőn este megbeszéltünk. Erre mondtam neki azt szerda este, tehát nem 30 perc előtte, ha már itt a időről beszélünk, hogy ennek nincs értelme, hogy én ott megjelenjek, mert nem fogok tudni mit mondani, hiszen azok a kvázi megállapodások az irányokról, azok ő szerintem már nem érvényesek. Na most jön az, hogy Lovász elnök urat várjuk, hogy elmondja, szerintem, hogy mi az, hogy hívják meg, és kérdezem meg arról is, hogy mi hangzott el ezen a megbeszélésen, kérdezem meg arról is Lovász elnök urat, hogy valóban mondott ő olyat, hogy a dologi költségfinanszírozást erre az átmeneti időszakra az akadémia vállalja. Ilyen kérdést nem tudnék feltenni magamtól, hogy köszönöm. Tegyen föl, ilyeneket javaslom. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.